Összességében sikeres évet zárt a szederkényi német önkormányzat, de a Schwab bált és több más rendezvényt a COVID-helyzet miatt nem tudták megtartani. Az elkeseredés helyett azonban cselekedtek, így többek között a szederkényi általános iskola étkezőjének felújítását valósították meg. A német önkormányzatnak fontos, hogy a nemzetiségi iskolában jó körülmények között tanulhassanak a gyerekek, és hogy az oktatás magas színvonalon folyjon. Az elmaradt rendezvényeink miatt maradt egy kis pénzünk, úgymond, amit igyekeztünk jó célra fordítani. Az iskolában sikerült az étkezőt felújítanunk, mert egy nagyon rossz állapotú, elhanyagolt régi, nem is elhanyagolt, inkább régi bútorok, régi stílusú étkező volt, ahova nem volt olyan jó bemenni, és ezt sikerült nagyon klasszul, nagyon vidáman rendbehoznunk, szép színekkel, szép új bútorokkal, teljesen felújítottuk, és egy nagyon klassz kis vidám étkezőt csináltunk a gyerekeknek, hiszen ugye nemzetiségi oktatás folyik, tehát ez úgymond szervesen kapcsolódik a mi tevékenységünkhöz. A német telepesek egyik legszebb, több mint 200 éves kétmenetes favázas házát az új falu részen találjuk. A német önkormányzat célja, hogy felújítása után skanzent alakítsanak ki a területen. Elkezdtünk az önkormányzattal közösen egy projektet, és szeretnénk ezt a tájházat egyrészt helyreállítani. Nyilván a legfontosabb első körben az állag megóvása volt. A tetőjavításra és a falak meg a vízelvezetés megoldására találtunk pályázati forrásokat, így a Bethlen Alapítványhoz pályáztunk beruházásos témakörben, két pályázatot is nyertünk. Az egyiket már el is számoltuk, ez a tetőfelújításos pályázat volt, plusz ugye az önkormányzat is nyert a Teleki Alapítványnál szintén ilyen műemlékjellegű épületek felújítására, és most megint folyamatban van még egy beruházásos pályázatunk. És természetesen pályázunk továbbra is. A cél az, hogy a helytörténeti gyűjteményünket áthelyezzük ebbe a tájházba, tehát itt egy ilyen gyönyörű szép falumúzeumot hozzunk létre. Sikerült még az Országos Német Önkormányzat segítségével még egy pályázati forrást bevonnunk, mégpedig egy baden-württembergi finanszírozásban a magának a helytörténeti gyűjteménynek a leltározását sikerült megoldani, egy nagyon nagy munka és egy nagyon nagy hiánypótlás, mert ez gyakorlatilag csak egy összehordott gyűjtemény volt, nem volt leltárba, nem úgy nézett ki, mint egy múzeum, és gyakorlatilag ennek a leltározása oldódott most meg ebből a németországi pénzből a Tájházszövetség munkatársainak a segítségével. A német önkormányzat fontos feladatának tartja a nemzeti kultúra tovább örökítését is. A híres szederkényi Schwab Fesztivált 2021-ben meg tudták tartani. Szerencsére azért augusztusban engedett annyit a pandémia, illetve a szabályozások, hogy az éves Schwab Fesztiválunkat sikerült idén is megrendeznünk. Hál' Istennek nagyon nagy siker volt. Én legalábbis úgy értékelem, illetve nagyon jók voltak a visszajelzések. Ugye a szokásos mindenféle helyi kultúrcsoportok, környékbeli kultúrcsoportok léptek fel nagyon színvonalas műsorral, és az estét ismét ugye egyrészt az Unterrock, másrészt az ausztriai Junge Paldauer koronázta meg, úgymond a zenei kínálatával, úgyhogy egy nagyon jól sikerült estét tölthettek itt együtt a környékbeli svábok. A szederkényi német önkormányzat ötlete nyomán adventi hangolódásra hívták a helyieket és a szomszédos településekről érkezett érdeklődőket. A kezdeményezés mellé állt szederkény önkormányzata, a helyi horvát önkormányzat, a Szabadidős és Kulturális Egyesület, a Turisztikai és Borosgazda Egyesület, az Intermelodi Ének Együttes és a Nyugdíjas Egyesület, valamint az óvodai és iskolai szülői munkaközösség is. Az újabb COVID hullám miatt azonban csak az első rendezvényt tudták megtartani. Advent első vasárnapján Hok János és a Fekeder Muzikanten adott koncertet, és a bevételt a helyi nemzetiségi óvoda javára ajánlották fel. Az adventi programon sütivásárt is tartottak, melynek bevételével szintén a helyi nemzetiségi óvodát támogatta a szervező szederkényi német önkormányzat. Egészen biztos, hogy jövőre ezt, ha a helyzet engedi, megtartjuk, mert nagyon, egyébként meg nagyon pozitív volt a visszhangja, és
nagyon-nagyon sokan eljöttek, és akik eljöttek, jól érezték magukat. Az óvodával nagyon jó a kapcsolatunk, ugye nemzetiségi óvodáról beszélünk, ami pillanatnyilag még az önkormányzati társulás fenntartásában van, és itt elindítottunk egy olyan folyamatot, hogy szeretné a német önkormányzat fenntartóként átvenni az óvodát. Vannak erre nagyon jó példák a környéken, ugye érdeklődtünk, utána néztünk, egyrészt finanszírozás szempontjából is mindenképpen szerencsésebb, de hát nekünk ami nagyon fontos az az, hogy tényleg nemzetiségi óvónők legyenek, hogy tényleg nemzetiségi nevelés folyjon az óvodában. Mondjuk ezzel most sincs probléma, de nyilván ha mi vagyunk a fenntartók, akkor erre nagyobb ráhatásunk van, illetve jobban tudjuk segíteni akár anyagiakkal, akár bármiféle metodikai dolgokkal ezt az egészet. Felvettük a kapcsolatot a Magyarországi Németek Metodikai Központjával, akik ezt a nagyon segítőkészek voltak, akik ezt az egész átadás átvételt segítenek nekünk lezongorázni, úgymond, és tulajdonképpen úgy néz ki, hogyha minden jól megy, akkor az első lépéseket megtettük, tehát a testületek meghozták a vonatkozó határozatokat, és hogyha minden jól megy, akkor 22. szeptemberétől a Nemzetiségi Önkormányzat lesz az óvoda fenntartója. Az adventi időben a díszkivilágítás és az életnagyságú Betlehem állítása is a német önkormányzat ötlete nyomán valósult meg. A kezdeményezés az a német önkormányzattól jött, de hál' Istennek azt kell mondjam, nagyon jó a civil közösségek együttműködése Szederkényben, tehát ahogy mi ezt kitaláltuk, utána első szóra csatlakoztak tényleg a nyugdíjasok, a horvát önkormányzat, a szabadidős egyesület, nem szeretnénk senkit kihagyni, de az Intermelodi kórus tagjai is, és mindenki, ugye igazából nem volt erre nagy forrásunk, mindenki egy picit hozzátett, minden egyesület vett néhány égősort, és hát inkább a saját munkájukkal járultak hozzá, úgyhogy ez összességében egy nagyon jó pofa kezdeményezés lett. Tehát ugye együtt is voltunk, a nyugdíjasok Betlehemet építettek és díszítettek, az Intermelodi az a Karasica hidat díszítette föl, tehát mindenki kivette a részét egy-egy területen, és az eredmény pedig hát szemmel látható, és nagyon jó, és nagyon pozitívak a visszajelzések. Szederkény először egy 1272-ből származó Árpád-kori oklevélben szerepelt. A helyi önkormányzat a német nemzetiségi önkormányzattal közösen a 750 éves jubileumra tájház átadóval és sok-sok rendezvénnyel, köztük a Schwab Fesztivállal készül. Nagyon sok rendezvényt tervezünk, nagyon sok projektünk érik be, úgy is terveztük, hogy ugye a tájházat áthathassuk, mint ugye egyéb fejlesztéseinket, és hát ugye nagyon nagy rendezvényeket tervezünk, ugye augusztus 20-tól 27-ig lesz egy ünnepi hét, ennek ismét a záró akkordja lesz a Schwab Fesztivál, ahol szeretnénk végre már az évek óta húzódó osztrák kapcsolatunkat is ugye hivatalos formára emelni. Van egy osztrák testvértelepülésünk, akikkel évek óta szeretnénk aláírni egy hivatalos testvértelepülési szerződést, amire mindeddig a pandémia miatt nem kerülhetett sor. Nagyon reméljük, hogy ezt augusztusban már tényleg be tudjuk pótolni, illetve tető alá tudjuk hozni, és hát nagyon remélem, hogy rendezvényeket is fogunk tudni tartani